együttes Viva Comment ilyet adódál. Érkeznek az est házigazdái, a Viva TV 2 műsorvezetője, Eszti és Sanyonca. Hát természetesen nagyon gyukolom Katának, és reméljük, hogy tényleg fogja megnyerni. Produkció szempontjából azért nem feleslegesen az, hogy mindenki megjelent. Természetesen megvan minden. Itt oda is engednek, Pacsi. Itt ülök, éppen a VIP-ben van, és az a helyzet, hogy mindenki nagyon csinos, és nagyon ki van öltözve. De természetesen azért, mert ez egy fontos esemény, úgyhogy ilyenkor mindenki tud tollászkodni magát. Én ennyire estem túlzásokba. Szóval azt akartam nektek elmondani, hogy nem baj az, hogy nem nyertük meg idén a Kometet. Mert már megnyertetek nekem 3 díjat, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás vagyok érte. És jövőre is azért fogunk dolgozni, hogy esetleg legyen rá lehetőségünk, bár lehet, hogy bizonyos dolgokban arcadat fog egy kicsit váltani, és lehet, hogy dolgokban mást fogunk csinálni, mint eddig, de remélem, hogy továbbra is velem tartotok. És még azt akartam elmondani, hogy nem vesztek el a szavazataitok, elmondom még egyszer, nem vesztek el a szavazataitok, mert itt vannak velem, itt vannak bennem, és tudom azt, hogy velem vagytok, és mellettem vagytok, és ez a legesleges legfontosabb, és ezt ne felejtsétek el, hogy ne csüggedjetek, mert én sem csüggedek. Úgyhogy jövőre, rendben, jövőre jelölnek, ha megnyerjük meg, akkor se nyerjük meg, vagy megnyerjük utána. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ha kíváncsiak vagytok, a mai öltözetemet úgy választottam össze normálisan meg. Cipőm volt a hangsúly, és ez a gyönyörű szép karkötőn, amit a Doridától kaptam, és ők saját tervezésben készítik ezeket a kis finom pasztelszínű kis ékszereket, úgyhogy köszönöm szépen nekik is, és remélem, hogy tetszettem nektek.